A miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkársága 12 nemzetiség, köztük a németek hitéletében mindenkor meghatározó szerepet betöltő útmenti keresztek felújítására, illetve újak állítására hirdette meg pályázatát. A kiskassai német nemzetiségi önkormányzat a temetőben és az egykori iskola épülete előtt álló keresztek felújítására 1.549.000 forintot, a Kiskassáért Német Egyesület pedig egy szántóföldi oltalmazó kereszt felújítására és egy új állítására 2.230.000 forint támogatást nyert. A szakrális emlékeket Darnai Ágoston plébános áldotta meg. Az ünnepségen az újpetrei német nemzetiségi hagyományőrző egyesület fúvósai zenéltek. Az itt lakó német származású emberek állították. Régen vagy magánszemélyek, vagy egyesületek, vagy alapítványt hoztak létre, és így készítették el a kereszteket. De nagyon sok kereszt az évek során, főleg ugye az 50-es évek környékén kidőlt, eltűnt, összetörött, és az új keresztet azoknak a kereszteknek az emlékére állítottuk most, amelyek már nincsenek a határban. Az új keresztet Dér Zoltán Mária Kémindi szobrász készítette, a további három feszületet pedig a palkonyai Kis György restaurátor és templomfestő újította fel. A szántóföldi keresztek köré a védőkerítést Tíber László kőműves állította. Egy bent van a faluba, egy a régi sváb temetőbe, és egy még kint a szálltó. Nekem tulajdonképpen ez a legmagasabb domb itt Kiskassán, egy magaslaton. És ez a kereszt tulajdonképpen 150 éve nem lett sohasem festve, felújítva semmi. Meg volt dőlve, visszaállítottam már ez, és vissza lett hozva. A kis szobor az mindig eltűnt valamiképpen. Kis György nem csak kereszteket, hanem más szakrális szobrokat is felújít. Fuldából betelepült németek állítatták a Pécs-Devecser főutcáján található Mária szobrot, mely szintén a közelmúltban újult meg Kis György munkájának köszönhetően.